A felvonulása a Veljko Vlahovics óvodától indult, majd a napközisek a Kóka Imre általános iskolánál csatlakoztak az iskolásokhoz. A téma a család, mivel az előző ünnepségek is, vagy előadások is a strumfokkal kapcsolatban voltak, akkor aki szeretett volna az óvodában, ők is strumfoknak öltöztek. A többi csoportok pedig választás szerint. Miért ezt az öltözéket választottak? Azért, mert Hova néni kihangsúlyozta a Zoviba, hogy ebbe kell jönni, pizsomába. Ebbe azok is nem kellett átítőznöm. Tehát rögtön az ébredés után így már jöttél is ide? Igen. A célja neki a kreativitás fejlesztése, a fantázia megmozgatása, a szülők bekapcsolása az iskola életébe, hogy ők is bekapcsolódjanak és velünk legyenek. Egyébként adnak meg egy-egy témakört évenként, most a Hupikék, Törpikék rajzfilm és film alapján. Nem muszáj az Hupikék, Törpikéknek öltözni, hanem lehet egy szabadon választani jelmezt. Te minek öltöztél? Fénynek. Miből áll a te jelmezed? Egy inkből, egy díszített bot, meg ilyen népruha. Szeretem, ha rajta van mindig a pókember ruha, csak akkor nem szeretem, ha kicsit kiszakad, vagy nagyon, vagy valamennyi, azt nem szeretem. A gyerekek a sportcsarnokba vonultak, ahol ünnepi műsorral várták őket. A színes programot Lufi Eső követte.